tulajdonképpen éppen az ilyen témaheteknek lenne olyan úttörő szerepe, ami tulajdonképpen a pedagógia többi területén, tehát nem csak az IKT, illetve az informatika területén, hanem a pedagógia többi területén is jó példákat szülne. Hát Penszkinek ezt a most már mondhatnánk, hogy őskövület gondolatát a digitális benszülöttekre és bevándorlókra nyilván mindenki ismeri, nem is akarok én ebben túl sok időt eltölteni. Különösen azért nem, mert én úgy gondolom, hogy ezeknek a különböző generáció elméleteknek előnyei is vannak, hogy egyáltalán ismerjük a tanulói jellemzőket, de nagyon sok hátránya is van. Pedagógiában járatosak ismerik nyilván a Pygmalion hatást, a Pygmalion effektust. Én úgy gondolom, hogy most már létezik egy ilyen digitális Pygmalion effektusunk is, amikor ezeket a generációs jellemzőket eleve feltételezzük minden tanulónknál, és utána a tevékenységünket is elszabjuk. És ezáltal elképzelhető, hogy ezek a hátrányos vonatkozások, még ha nincsenek is abban a pillanatban jelen, egy idő után jelen lesznek. Tehát generáció elméletekkel én óvatosan bánnék, de az kétségtelen, hogy azért vannak olyan jellemzők, amikkel találkozunk az iskolában. Ezek közül itt Penszkinek a gondolatait szedtem pontokba, nem is érinteném mindegyiket, csak azt, ami például egy digitális témahét szervezése kapcsán nekünk éppen, hogy kapóra jön, nem hátrány, hanem előny. Az, hogy a gyerekek gyors információkhoz szoktak, azt mindenki nagyon jól tudja. Jelen pillanatban, amikor például egy olyan digitális projektet szervezünk, ahol a projekthez szükséges tudás elemek nem a hétköznapi tananyag között keresendők, nagyon-nagyon jól jön nekünk ez a fajta információs éjség, illetve a gyors információ feldolgozás. Nyilván ez a felületességet is magában hordozza, és erre szoktuk azt mondani, hogy nagyon nehezen követhető a tanulóinknak a gondolatmenete, illetve a tudás építése. Hagyományos keretek között megszoktuk, hogy ezt a tevékenységet mi uraljuk és mi irányítjuk egyfajta lineáris vagy szekvenciális menetben. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy az összes tantárgy pedagógiánk ilyen lineáris algoritmusokra épül, hogy egy pár példát mondjak, hogyan oldunk meg szöveges feladatot, hogyan dolgozunk föl olvasmányokat, hogyan tanulunk meg egy állatot, egy tájegységet. Azt tapasztaljuk, hogy ezek az algoritmusok most mintha nem működnének, illetve a gyerekek egy-egy részét megkerülik, vagy egy-egy helyen párhuzamosan dolgozzák fel ezeket, és egy kicsit kezd kicsúszni a kezünkből az irányítás. Én úgy gondolom, hogy ne keseredjünk el. Tulajdonképpen inkább azt kéne felülvizsgálnunk, hogy kell-e olyan formán irányítanunk ezeket a folyamatokat, ahogy eddig. Én úgy gondolom, hogy a projekteknél, és most nem csak a digitális projektekre gondolok, nagyon sokszor az a legfőbb hiba, amit én tapasztalok megvalósítás terén, hogy a pedagógus továbbra is megpróbálja ezt az irányított tevékenységet érvényesíteni, és például a projekteket is, bizonyos esetekben nem tudok más szót mondani, szépen szabályosan levezénylik. Beosztják, megtervezik, és ezt a tervet lépésről lépésre végrehajtatják a gyerekekkel. Hát, ha ezek a gyerekek már képesek párhuzamos információfeldolgozásra, és a gondolkozásukra leginkább a hipertextes jelleg vonatkozik, akkor ebben valahogy élni kéne. Mit értünk hipertextes gondolkodáson? Hát azt, hogy sajnos vagy szerencsére, de kevésbé tudjuk mi megtervezni azt, hogy a gyerekek melyik ponton mire fognak gondolni. A pedagógus képzésben a mai napig is több helyen elvárják még azt, hogy a hallgató, amikor tervez egy órát, akkor a várható gyerekválaszokat is tüntesse föl, hiszen arra nekünk föl kell készülni, hogy melyik kérdésre milyen válasz várható. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy az így gondosan elkészített vázlatunkat a kukába dobhatjuk, mert a gyerekek nem arra gondolnak, nem azt válaszolják, amit mi szeretnénk, vagy amire mi számítunk, hanem teljesen mást. Ennek a hátterében nagyrészt a hipertextes gondolkodás áll, ami tulajdonképpen nagyjából olyasmit jelent, hogy ahogyan egy hipertextes szövegnél, vagy egy dokumentumnál, itt is találhatók a gyerekek gondolatmenetében bizonyos ugrási pontok, amik máshova mutatnak, más témakörre, más területre, amit ugye úgy érzékelünk az órán, hogy nem arra válaszolnak, amit kérdeztünk, vagy netán fegyelmezetlenségként éljük meg, hát másról beszélnek. Hát, hogyha egyszer mondjuk a szarvasmarháról tanulunk, akkor ne kezdjenek el a
papagájról beszélni. Közben elképzelhető, hogy egy olyan linket találtak úgymond a gondolkodásukban vagy az agyukban, ami az egyik állatnak valamelyik tulajdonságairól eszébe jutott egy másik állatnak egy teljesen más tulajdonságát. Egy projekt nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy ezeket a linkeket akár ábrázoljuk, fel is térképezzük például egy gondolat térkép formájában, és a projekt felépítésére használjuk őket. Természetesen itt nekünk egészen más szerep jut ebben az esetben, nem a tudás forrásai vagyunk, nem a tudás átadói, hanem leginkább társak a projektben, illetve társak a tudás építésben. Ezt a pedagógusok nagy része nagyon nehezen fogadja el. Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek viszont nagyon örülnek ennek a szerepváltásnak, és ami nagyon lényeges, és sokan erre nem gondolnak, nem jár együtt a pedagógus tekintélyének a csökkenésével, hiszen most már egyáltalán nem várható el, mint mondjuk egy középkorban egy klerikus műveltsége rendelkező híres tanártól vagy tanítótól az, hogy mindent tudjon. Egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy a gyerekek olyan kérdéseket tesznek, olyan információkat tudnak, vagy hoznak, amiben mi nem rendelkezünk. Ezt el kell fogadnunk, és úgy érzem, hogy a tekintélyünk azáltal nem fog csorbulni, hogyha inkább a tudásépítésnek a módját mutatjuk meg, az utat mutatjuk a gyerekeknek, és nem a konkrét információt adjuk. Egy másik tanulói jellemző, ami egyébként sok helyen olvasható a szakirodalomban, ez a hálózatban történő együttműködésnek az igénye és a hatékonysága. Hát egy projekt tulajdonképpen erről szól, itt egy hálózatban történő munka történik, de ami azért érdekes, vagy ami fontos a pedagógus szempontjából, hogy ez a hálózat magától jön létre, mi építjük föl, vagy a gyerekek segítségével építjük föl, hát semmiképpen nem javasolnám, hogy ennek az egész pontos felépítését megterveznék. Még mindig él az a gyakorlat, hogy a projekt tervezésénél felelősöket nevezünk meg, területeket osztunk ki, mindenki a saját területéért felel, a saját területén dolgozik, sokszor önállóan, és a végén, amikor a produktumnak a bemutatásra kerülne sor, akkor összerakjuk ezeket a kis mozaikokat, és létrejön a projekt. Hát, valójában a projektek ugyanúgy része kellene, hogy legyen ezeknek a hálózatnak, vagy ennek a hálózatnak, vagy ezeknek a mikrohálózatoknak a kialakulása. Tehát tulajdonképpen akkor járunk el a leghelyesebben, hogyha hagyunk a gyerekeknek lehetőséget, időt arra, hogy ez a hálózatban történő együttműködés megvalósulhasson. Nyilvánvaló, hogy a mostani keretek között ez azért egy merőben új szituáció, egy pedagógusnak egyrészt zajjal jár, másrészt véleménykülönbséggel jár, és sajnos még a mai napig az a jó tanítás legtöbb helyen, vagy az a fegyelmezett osztály, ahonnan nem szülődik ki zaj a teremből. Márpedig egy ilyen hálózati munkánál ez a zaj az óhatatlan. Na most ez a hálózat, lehet valódi hálózat, tehát úgy értem, hogy számítógépes hálózat, digitális környezet, és lehet gyerekek közötti personális hálózat is. Ez attól függ, hogy a projekteink hogyan valósulnak meg, és milyen keretek között működnek. Egyre gyakoribb lesz egyébként az, hogy ez a hálózat, ez különböző földrajzi helyeken lévő csoportok között, különböző életkorú, különböző nemzetiségű gyerekek között épül föl. Többek között a tavalyi digitális témahéten is volt olyan projekt, ahol különböző iskolákban fizikailag távol lévő, egymástól fizikailag távol lévő gyerekek működtek együtt. Hogyha most tervezzük éppen a projektünket, akkor érdemes esetleg ilyen részleteket is tervezni, vagy ilyen részletekkel is számolni. Egyrészt azért, mert színesítik a projektet magát, másrészt pedig nagyon jó példával szolgálnak a gyerekeknek arra, hogy hogyan lehet ilyen módon, ilyen keretek között együttműködni, esetleg majd a későbbi munkájuk során, vagy majd egy külföldi tanulás során, vagy akár az osztálytársaikkal iskolán kívül. Személyes tapasztalat, hogy ezt például nagyon jól lehet modellezni, vagy nagyon jól lehet bemutatni a gyerekeknek, avval, hogy például bevonunk egy-egy szülőt, egy-egy ismerőst, esetleg egy olyan tanárkollégát, aki máshol tanít. Általában nagyon izgalmas és érdekes dolog szokott lenni a projektben egy ilyen, például egy külső szakértőnek a bevonása vagy megkérdezése,
Vagy akár egy külső helyszínnek a bekapcsolása, például egy webkamera segítségével. Például csináltam olyan projektet, ahol időjárási elemeivel kapcsolatos kutatásnál az időképnek a különböző webkameráin néztük meg Magyarország különböző területének az időjárását. Nagyon jó példát láttak a gyerekek arra, hogy az informatikai környezet hogyan terjeszti ki azt a szűkös teret, amit egy osztályterem jelent. Aztán majdnem mindenki meg szokta említeni ezeknél a gyerekeknél, hogy azonnali visszajelzést, azonnali jutalmazást várnak. Hát azt hiszem, hogy a gyerekek mindig is ilyenek voltak, szerették, hogyha megdicsérik őket, de most ez egyre inkább jellemző, ahogy én tapasztaltam nem csak a gyerekekre, tehát az általános iskolás gyerekekre, hanem például a hallgatókra is. Mit jelent ez a mi számunkra? Hogyan kell a pedagógiánkban vagy a tevékenységünkben ezt érvényesíteni? Hát például úgy, hogyha a gyerekek azonnali visszajelzést és gyakori jutalmazást, vagy úgymond dicséretet igényelnek, akkor ezt nyilván megadjuk nekik. De ez egy kicsit a hagyományos didaktikai felépítésnek a lebomlását is jelenti, hiszen például aki most pedagógus értékelésben vesz részt, mert hogy annak elszenvedő alanya, az nagyon jól tudja, hogy egy óránál tulajdonképpen elvárása az, hogy egy óravégi nagy lezáró értékelésben értékeljük a gyerekeket. Ennek van egy olyan hátránya, hogy ez időben azért eltolva jelentkezik. Ha csak egy 45 perces órát veszünk, akkor is körülbelül egy 10-15-20 vagy akár 40 perccel később jelentkezik, mint ahogy történt az a cselekmény, amit tulajdonképpen értékelünk. Sokkal hasznosabb, és ezeknek a gyerekeknek az igényeivel sokkal inkább találkozik a folyamatos, formáló segítő értékelés. És ez nem összetévesztető a projekt egészének az értékelésével, illetve a projekt produktumának az értékelésével. Érdemes nagyon meggondolni, hogy egy projektnek, amit most mi éppen tervezni készülünk, mi a célja, és mit kell értékelnünk tulajdonképpen. A legtöbb helyen automatikusan a projekt végtermékét, a bemutatót, a diorámát, a filmet, a kiállítást, a színi előadást értékelik, és nem azt a folyamatot, amin a gyerekek keresztül mennek a projekt során. Egy ilyen folyamatos értékeléssel, amire nagyon szüksége van a gyerekeknek, és egy folyamatos megerősítéssel érdemes a projekt minden fázisában élni, és ennek lesz majd az a következménye, hogy a gyerekek tulajdonképpen nem a projekt végét várják és arra készülnek, hanem a projekt alatt érzik jól magukat és gazdagodnak rengeteg dologgal, és ebből a szempontból tulajdonképpen, bár nem szép dolog ilyet kijelenteni, de elmondhatjuk, hogy a projekt végeredménye az másodlagos. Éppen ezért nagyon érdemes meggondolni azt, hogyha nem a digitális témait keretében, hanem általában mondjuk iskolai szinten projektetet tervezünk, hogy érdemes-e ezt versennyé tenni, érdemes-e a projekt végén eredményt hirdetni és kiválasztani a legjobb produktumot. Egyáltalán nem biztos, hogy a legjobb produktum, a legjobb, vagy a pedagógiai leghasznosabb projektcsoportban született. Hát most aktuális legyek, talán érdemes elgondolkozni, hasonló téma az Oscar-díjas filmünk, a mindenkinek a gondolatmenete, ami egy pedagógiai elemzést is mindenképpen megér, például a versennyel kapcsolatosan. A most kivetített háttér az tulajdonképpen csak tényleg illusztráció, és arra szolgál, hogy ezek az ábrák, amiket egy idősebb pedagógus leginkább kuszának és követhetetlennek gondol, sokkal inkább tükrözik a gyerekeknek a mostani gondolkodásmenetét és tudásépítését. Éppen ezért érdemes élni ebben. Például a projekt tervezésénél nagyon hasznos, hogyha készítünk egy projekt témájával kapcsolatos gondolattérképet, csinálunk egy címkefelhőt, és ebben például azt a klasszikus fázist, ami például egy ötletrohamot jelent a projekttervezésben, egy tanárokkal, diákokkal közös ötletrohamot, nagyon szemléletessé is tehetjük, és nagyon jól tudjuk illusztrálni azt a gondolatmenetet, ahogy haladtunk a projekttervezése során. Ugye tudnunk kell, hogy ennek a hátterében, ezeknek a jelenségeknek és tulajdonságnak a hátterében nem gonoszság áll, és nem elkényeztetettség, vagy nem a média hatása, illetve a média hatása azért ott van beközvetve, hanem tulajdonképpen egy ideglélektani folyamatnak lehetünk a tanulni.
neve is van, de tulajdonképpen arról van szó, hogy az agynak a működése egy picit megváltozik az őt ért hatások miatt, és ez a hatás, ami az agyat éri, és egyre jobban éri, ez a gyors információ földolgozás, tehát az információ mennyiségének a megnövekedése és a sebességének a felgyorsulása. Nyilvánvaló, hogy ehhez akár itt evolúciós tényező valahogy alkalmazkodni kell az agynak, és ez jelenti azt, hogy az információ feldolgozása egy picit másképp működnek a gyerekek, mint mi. Nagyon sokan ezt úgy érik meg, hogy akkor ez akkor lesz csak egyedül működőképes, hogy akkor tudunk itt valamit elérni, hogyha ilyen gondolkodásmódú tanárok tanítják a gyerekeket, hiszen különben egyfajta generációs szakadék van közöttük. Nyilván ez a generációs szakadék megvan, itt most a klasszikus és nagyon ismételgetett Strauss-Hoféle medgenerációs elméletnek az ábráját látjuk egy konnektivista oldalról, egy nagyon szemléletes ábra. Azonban sokan nem tudják, hogy ez az elmélet, illetve ennek az elméletnek ez a része, ez csak egy nagyon pici kis szelete. Ez tulajdonképpen egy teljes, az egész Egyesült Államok történetét átfogó elmélet. Ezekről a generációs tulajdonságokról rengeteget cikkeznek, elsősorban nem szaklapok. Nem is nagyon érinteném őket, mert tulajdonképpen nekünk most ez nem annyira fontos. Egy dolog miatt fontos, hogy mi érdemes ezekkel a generáció elméletekkel egy picit csínyán bánni a következőt miatt. Hogyha ismerjük ezt az elméletet, tudjuk, hogy ez születési évhez köti azt, hogy ki melyik generációba tartozik. Az már egy érdekes elgondolás, egy érdekes téma, hogy aki mondjuk a generáció határán született, mondjuk 1979. decemberében, akkor az ugye nyilván még az egyik generációba, az X-be éppen úgy beletartozik, és mégis teljesen más generációs tulajdonságokat mondunk rá, mintha később született volna egy hónappal. De a legnagyobb probléma leginkább az ezekkel az elméletekkel, hogy tulajdonképpen nagyon sok egyéb külső tényezőt nélkülöznek. Ha csak születési idő szerint rangsoroljuk, vagy soroljuk generációba a gyerekeket, akkor nagyon könnyen abban a hibába eshetünk, hogy úgy tipizálunk, hogy az adott gyerekekre, vagy az adott közösségre egy csomó tulajdonság nem is érvényes abból, amit mi generációs tulajdonságnak veszünk. Hogy egy példát mondjak, ugye azt mondjuk, hogy az Z generáció az nem élt olyan korban, amikor nem volt internet. Hát most érdemes azon végiggondolni azt, hogy Magyarországon ma hány gyerek él olyan körülmények között, hogy nincs internet. Legalábbis az ő környezetében nincsen internet. Őt az tulajdonképpen nagyon nem vigasztalja, hogy az ország nagy részén viszont igen. Illetve nem csak földrajzilag, vagy nem csak szociális helyzet tekintetében, hanem például érdeklődés tekintetében, szülőknek az attitűdjei tekintetében is igen nagy különbségek lehetnek gyerekek között. Gondoljunk például arra, hogy vannak olyan szülők, akik örülnek a gyereküknek az online kommunikációjának, van, akik kifejezetten tiltják. Éppen ezért kell például csinyán bánni avval, amikor felső tagozatban valaki Facebook csoportban osztja meg az információkat a gyerekekkel, hiszen például minden osztályközösségben lehet egy-két olyan gyerek, akik például a szüleiknek a nevelési elvei miatt nincsenek a Facebookon, bár elvileg ugyanabban a generációban tartoznak. Azt is tudni kell, hogy ez az elmélet ugye Amerikából indult és ott gyökerezett. Nyilvánvaló, hogy azért a mi kelet-európai valóságunkban ezek az időhatárok nem teljesen azonosak, hogy más nem mondjak, például a számítógépek megjelenése az oktatásban, az Egyesült Államokban is nálunk azért körülbelül majdnem 10 év különbséggel történt. Tehát ezek a határok azért főleg a régebbi generációk esetében igen csak rugalmasan kezelendők. Az is egy érdekes dolog, hogy itt az összes kategorizálásnak az alapja kizárólag technikai természetű, és egyéb szempontokat azért nem nagyon vesz figyelembe. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezek a generáció elméletek bár az érdeklődés fölkeltésére jók, de talán több veszélyt is hordoznak magukban, mint előnyt. Többek között
olyan hibás általánosításokat is szülhetnek, amit nagyon sokszor lehet olvasni, és az iskolai IKT környezetre is vonatkoztatják, amikor például azt mondják, hogy hát gyerekek nagy része, vagy döntő többsége, vagy ott is olvastam, hogy majdnem 100%-a rendelkezik már IKT eszközökkel. Tehát tulajdonképpen nem az iskolának kéne ezeket biztosítani, hanem építeni kéne a gyerekek saját IKT eszközeire. Ez nagyon fontos és nagyon jó megközelítés, és mindenképpen a jövő útja ez lesz. De érdemes átgondolni, hogy vajon mindenhol igaz ez a megállapítás, és van esetleg olyan közösség, vagy olyan akár teljes település, ahol erre nem lehet építeni. Vigyáznunk kell arra, ezekkel a generáció elméletekkel, hogy például a szociális helyzetből adódó, vagy például a valamilyen fogyatékkal élésből adódó hátrányt, azt ne erősítsük még azzal, hogy az IKT eszközök használatában is egyfajta hátránnyal ruházzuk fel a gyerekeket emiatt. Úgy gondolom, hogy az IKT-nak inkább esélyegyenlőség teremtő szerepe van ebből a szempontból, és inkább erre az oldalra érdemes koncentrálni. Ez az illusztráció, hát ez a kicsit idősebb generáció számára mond valamit, de tulajdonképpen egy összefoglalása annak, amiről most szó volt. Az egyik oldal a Tenkes kapitánya című nagy sikerű gyerekek körében annak idején népszerű filmnek az egyik cím képe látható, a másik oldalon viszont egy inkább manapság futó filmnek a borítója, ami nagyon szembe tűnik, hogy azon túl, hogy az egyik fekete-fehér, a másik színes, hogy az egyik borítón gyakorlatilag a filmnek az összes szereplője jelenete és valamire való részlete fölbukkan. A másiknál, akik még emlékeznek, ez körülbelül egy 2 perces vagy 1,5 perces blokk volt, ahol a két lovas átszelte a pusztaságot. Mind a kettőt annak idején a gyerekek figyelme övezte és imádata. Mind a kettő fölkeltette a gyerekek érdeklődését. Kérdés, hogy a körülbelül köztük eltelt, most nem tudom pontosan 40-50 év, az milyen változásokat hozott. Nyilván olyat, hogyha a Tenkes kapitányát most kéne egy osztálynak, egy alsótagozatos osztálynak végignézni, akkor valószínű, hogy már a főcímnél elveszítenék a fonalat, az érdeklődést, nyüzsgés kezdődne, esetleg kicsit nevetségesnek gondolnák a filmet. Nyilvánvaló nem a tartalom változott, hanem az ingerületlen információ mennyiség. Erre mindenképpen érdemes gondolnunk a tanítás során. Egy érdekes jóslatot, Postmannek egy érdekes jóslatát írtam ide ki, a kísérteties, nem maga a jóslat, hanem az évszám, amikor keletkezett, és ami a lényeg belőle, hogy ő azt mondja ebben az idézetben, hogy ne gondoljuk azt, hogyha az iskolákat tele rakjuk számítógépekkel, akkor innen már megoldódik minden problémánk, és kiváló tanulmányi eredmények születnek. Ő akkor megmondta, hogy az iskolának nem az a fő feladat, hogy információval lássa a gyerekeket. Nagyon időszerű a gondolat sajnos most is, mert nagyon sokszor egy informatikai fejlesztéstől azt várjuk, hogy a gyerekek tudásszintje automatikusan megugrik, holott ez egyáltalán nem biztos, sőt, nagyon sok olyan vizsgálat van, amelyik azt mondja, hogy önmagában az informatikai eszközök mennyisége és a tudásszint között szignifikáns összefüggés nincsen. Így tehát azt, hogy például egy projektben vagy az oktatásban IKT eszközöket alkalmazunk és veszünk elő önmagában, tehát a módszertani háttér nélkül nem feltétlenül fog minőségi változást eredményezni. Az, hogy nagyon sok helyen, iskolában ez egy ilyen elvárt dolog most, vagy például pedagógus minősítéseknél szinte kötelező tartozéka az órának az IKT eszköz, ha kell, ha nem, tulajdonképpen egy pipa, hogy legyen mindenképpen ilyen megmozdulása az órának, és akkor így rengeteg olyan indokolatlan IKT használatot látunk, amit tulajdonképpen mondhatnánk, hogy teljesen felesleges. Például teljesen felesleges volt bevinni az órára egy laptopot és egy projektort, és beállítani ezért, de az biztos, hogy a háttér nem a technikán, hanem a módszertanon lesz. Az IVS-nek egy brosúrájából vetítettem ki most néhány nagyon érdekes gondolatot. Az egyik,
és ezt azért számos hazai vizsgálat is megerősíti, többek között a nagyon jó publikált és elemzett net generáció felmérés évről évre, hogy tévhit az, hogy a gyerekek, általában a gyerekek és a magyar gyerekek digitális műveltsége kiváló, hiszen ezek a gyerekek, szoktuk mondani, tablettel a kezükben születnek, ők már mindent tudnak, boszorkányos gyorsasággal kezelik ezeket az eszközöket. Ezek után nagyon meglepő, hogyha azt nézzük, hogy a tanulóink nagy része digitálisan írástudatlan. Hát majd mindjárt lesz erről szó, hogy mit jelent ez a digitális írástudás, de az biztos, hogy számos olyan törvényszerűség már most látszik, ami egyrészt egy projekttervezésnél, de általában a pedagógiai munkán tervezésénél lényeges. Az egyik, hogy önmagában a számítógép használattal töltött idő nem egyenesen arányos a digitális írástudással, a digitális műveltséggel. A másik pedig, hogy az otthoni számítógép használat és az iskolai számítógép használat nem függ feltétlenül szervesen össze. És sajnálatos módon a pedagógusok csak azt az IKT eszköz használatot tartják hasznosnak, illetve egyáltalán fogadják el IKT használatnak, ami az iskolában, ott is azon belül is nem egyszer informatikai kabinet, vagy régi nevén számítástechnika szaktanterem helyszíneken zajlik, holott tényleg érdemes lenne egyre inkább építeni az egyéb területeken történő ismeret vagy információszerzésre is. Az is igaz, hogy ha nem is a számítógépezéssel eltöltött idő, de például a jó kiadott digitális feladatokkal eltöltött idő már mutat némi arányosságot a digitális műveltség, illetve digitális szövegértéssel. Éppen ezért például a digitális projektek egészen biztosan és bizonyíthatóan hozzájárulnak a digitális írástudásnak a fejlődéséhez. Ehhez azonban olyan inspiráló feladat és olyan inspiráló környezet kell, hogy a gyerekek úgy használják ezeket az eszközöket, hogy ennek a számukra is kézzelfogható eredménye legyen. Nagyon hasznos, hogyha amikor tervezzük ezeket a projekteket, akkor az egyszerű googlizáson egy kicsit túllépünk, fölülemelkedünk, és mutatunk olyan példákat, és itt viszont valóban nekünk is van szerepünk, méghozzá nekünk döntő szerepünk van, olyan példákat, lelőhelyeket, portálokat, ahol azért összetettebb információk találhatók, a gyerekek számára érthető információk, és ami nagyon lényeges, és egyre inkább kulcskérdés manapság, hogy releváns és megbízható információk találhatók. Hát, hogy mit tekintünk, vagy mire kell nekünk itt figyelni, mi az az a műveltség, vagy mik azok az IKT kompetenciák, mert nagyon sokféle megközelítés van. Én Heitz Mendelnek az egyik felosztását hívtam itt segítségül, de természetesen a szakirodalomban még nagyon sok egyéb található. Azért ezt választottam, mert nagyon alkalmas egy tévhitnek az eloszlatására. Például az előbb említett netgeneráció felmérések is azt mutatják, hogy óriási téveszme az, hogy a tanulóknak az IKT alkalmazási készségei, illetve az IKT eszközöknek a tanulásban betöltött szerepének az ismerete olyan nagyon jó lenne. Nagyon sokan összekeverik a napi eszközhasználati rutint a digitális műveltséggel. Éppen ezért, ha megnézik Heitz Mendelnek a kompetencia rendszerét, akkor az első pont egy olyan kompetencia, ami technikai kompetenciának hív. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az IKT környezetben az eszközöknek a kezelése, azoknak is a technikai vonatkozásai. Nagyon leegyszerűsítve tudjuk, hogy hova kell kattintani, tudjuk, hogy mit kell nyomni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy aki ezt a technikai kompetenciát birtokolja, az egyben rendelkezik a digitális írástudással is. Erre alapul az a téveszme, hogy tulajdonképpen a gyerekeknek teljesen felesleges IKT használatot vagy informatikát tanulni az iskolában, hiszen ezt már úgy is tudják. Nagyon sokszor olyan tapasztalatainkra alapozzuk, hogy látunk egy-két gyereket, akik boszorkányos ügyességgel kezelnek valamilyen informatikai eszközt. Innen ered a tanároknak a sokszor a kisebb rendőrségi érzése is, hogy ezt a rutint, ezt a sebességet mi nem fogjuk elérni soha, ezért a tanulók nem fognak minket komolyan venni, ezért mi lemaradunk. És a generáció elméletekkel megspékelve már adott a
teljes patthelyzet, hogy tulajdonképpen már nem is tudunk mit tenni. Gyerekek majd maguktól fejlődnek, hogy megtanulják ezeket, mi meg ott a háttérben lemaradva kullogunk. Hát, hogy miért nem, így van, azért, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek ez a rutinja tényleg csak egy napi rutin, hiszen bármilyen tevékenységben, amit nagyon gyakran alkalmazunk és sokat, abban rutinra teszünk szert. Nagyon sokszor például a közösségi hálózatokon történő kommunikáció, közösségi hálózatokon történő különböző műveletek adják ennek a technikai kompetenciának a gerincét, amit a gyerekek valóban napi rendszerességgel üznek. Érdemes azonban egy kísérletet tennünk, próbáljuk meg azt, hogy megkérdezzük a gyerekektől, hogy az általuk legkedveltebb alkalmazás a Facebook használatánál például egy egyszerű biztonsági beállítást hogy tudnak megtenni. Például hogyan lehet azt elérni, hogy ne tudják megosztani azt a dolgot, amit én föltettem. Itt azt tapasztaljuk, hogy erre a nagyon egyszerű kérdésre nagyon sokszor a gyerekek már nem tudják a választ, és például olyan alapvető például biztonsági beállításokkal kapcsolatban semmilyen információval nem rendelkeznek, ami viszont sokszor elengedhetetlen lenne a biztonságos kommunikációjukhoz. Innen látható az, hogy nagyon sokszor még a technikai kompetencia sem fejlett annyira, mint amennyire mi gondoljuk. Például nyilvánvaló, hogy a kommunikációban jók és rutinosak a gyerekek, de például az ismeret szerzésben, az egyszerű Google keresésnél kicsit összetettebb keresésekben, a kapott információk szűrésében, a kapott információk részhalmazának a képzésében, bizonyos források kizárásában egyáltalán nem rendelkeznek tapasztalatokkal. Ez az, amire Mendel azt mondja, az információk közötti eligazodás kompetenciája. Többek között egy digitális projekt nagyon-nagyon jó példát és lehetőséget ad arra, hogy ezt a területet fejlesszük. Ugyancsak fejleszti, sőt tulajdonképpen a legjobban fejleszti egy projekt a szociális és kommunikációs kompetenciát, ami nem kizárólag természetesen digitális kompetenciát jelent, vagy digitális kommunikációt jelent, hanem a projekt közbeni kommunikációnak a különböző lehetőségeit. Általában azt szokták problémaként megfogalmazni a kollégák egy projektnél, hogy kevés az idő a projektnek a lebonyolítására. Hát ez valóban igaz, hiszen nagyon sok helyen úgy kell ellopni ezt az időt különböző más területekről, vagy tárgyaktól, vagy keményebb kollégáktól, aki azt mondja, hogy engem bizony nem érdekel, hogy ti projekteztek, de az én órámat nem adom, mert nekünk haladnunk kell. Bizonyára tanasztaltak ilyet is, akkor nagyon hasznos, hogyha például az IKT határ, IKT lehetőségeit kiterjesztik, ahogy például iskolaidőn kívül is lehet kommunikálni a projekttel kapcsolatban, lehet a projektnek egy közös felülete, föl lehet tölteni információkat, vagy például közösen lehet szerkeszteni olyan dokumentumokat, amiben a projekthez kapcsolódó anyagokat gyűjtjük, akár dolgozhatunk egyetlen egy fogalmazáson, képen, többen is egyszerre. Nagyon hasznos, hogyha ezt megmutatjuk a gyerekeknek. A demokratikus orientáció kompetenciája is nagyon-nagyon fejlődik egy projekt alkalmával. Ezt külön meg kell tanulni, és egy projektnél kevés dolog alkalmasabb erre, mint egy projekt, hogy hogyan tudom én képviselni a véleményemet, hogyan tudom a többiekét meghallgatni, de hogyan tudom azért elmondani az én ellenvéleményemet, milyen formában, hogyan tudunk egy döntést hozni, hiszen egy igazi projekt semmi másból nem áll, mint folyamatos kommunikációból és folyamatos döntéseknek a meghozásából. Éppen ezért nagyon hasznos, hogyha a digitális projekt tervezésénél a tervezésnek a bizonyos fázisait is a gyerekekre hagyjuk. Többféle projekt létezik abból a szempontból, hogy egy adott témára készült projekt, a projekt a tanár által meghatározott ez a téma, vagy például valami évforduló, ilyenek voltak a reneszánsz projektek annak idején, vagy mondjuk egy író-költő születésének az évfordulójára készült projektek, vagy pedig a projektnek magának a tartalmát is eldönthetjük, és az is a projekt része lehet, hogy meghatározzuk ezt. A digitális témahéten ugye vannak példa projektek, gondolatébresztő projektek, amiket akár meg tudunk valósítani, de annak nyomán nagyon hasznos, főleg, hogyha nem vagyunk gyakorlott digitális projekt szervezők,
hogy egy kész projekt kapcsán érdemes a gyerekek véleményét meghallgatni, és érdemes kialakítani a mi egyéni utunkat a kész projektnek egy válfajára, vagy a helyi sajátosságoknak a figyelembe vételére. Egy példát mondjuk a digitális otthon témakörében érdemes mondjuk a saját iskolánkat, vagy a saját házunkat, vagy a saját lakásunkat megnézni, összegyűjteni a példákat, és mondjuk tervezni olyan képzeletbeli felületeket, vagy alkalmazásokat, ahol például az iskolánk hatékonyabb lehetne. Ez nyilván a helyi dolgokat is tartalmazza, de nyilván egy példaprojektből is meríthet elemeket. Hát ezt most már elmondtam ezt a részt, úgyhogy ezt át is ugrom. Ez egy, tulajdonképpen egy graffiti, amit ide kiírtam, illetve a Facebookon egy nagyon népszerű, állítólag Amerikában konkrétan megvalósuló válasz volt egy tesztre. De mindenképpen az a lényeg, hogy az információ mennyiség nem feltétlenül függ össze az információ minőségével, és rengeteg felesleges adat és információ áramlik az interneten. Az egyik nagyon lényeges feladat, hogy megtanuljunk ebből szelektálni. Egy projekt kapcsán ez egy nagyon lényeges tényezés. Itt például hiába nem tudja olyan gyorsan kezelni az egyik másik informatikai eszközt a tanár tapasztalata és a tudása ezen a területen mindenképpen iránymutató lehet a gyerekek számára. Hát ez az idézet szintén ennek a forrása nem teljesen egyértelmű. Ezt nem tudtam földeríteni, de ez is által graffiti. De az biztos, hogy az a legnagyobb probléma ezekkel a projektekkel kapcsolatban, hogy a majdani életét kell a gyerekeknek könnyebbé tennünk azzal, hogy megtanítjuk őket digitális környezetben tájékozódni. De a holnapi tevékenységeket mi sem nagyon tudjuk. Ugye szokták mondani, hogy például a gyerekeknek döntő többsége, 40-valahány százalék olyan szakmát fog végezni, vagy olyan szakmát fog tanulni, vagy olyan állást fog betölteni, amilyen szakma jelen pillanatban még nem is létezik. Éppen ezért sokan lemondanak erről, úgyse tudunk mi tanácsot adni. Konkrétat biztos, hogy nem, de utakat mindenképpen tudunk mutatni, és hogyha az előbb említett kompetenciákat fejlesztjük, akkor mindenképpen fölvértezzük a gyerekeket egy olyan tudással, vagy egy olyan kompetencia hálóval, amivel majd abban a környezetben is hely tudnak állni, ami még akár ki sem alakult. És néhány olyan jellemző, amit tapasztalunk nap mint nap, de valamilyen módon mindenképpen reagálnunk kell rá. Szokták a gyerekeket ingerfalóknak nevezni, utalva arra, hogy iszonyatos az információ éhségük és az információs türelmetlenségük. Nyilvánvaló, hogy a digitális környezet az elősegíti a gyors információhoz való jutást, de nagyon lényeges, hogy abban ezért mutassunk példákat és utakat a gyerekeknek, hogy nem minden esetben a mennyiség a lényeg. Például, amikor adatot gyűjtünk, vagy információt gyűjtünk a projektünk témájához, nem biztos, hogy akkor annak kell örülni, ha 40 ezer Google találatunk van valamiről. Nyilván belátják a gyerekek, hogy ebben lehetetlen eligazodni, és itt például a pedagógus, aki úgy gondolja, hogy ő most le van maradva, és nem nagyon tud ehhez mit hozzátenni. Például itt tud arra példát mutatni, hogy hogyan lehet szűkíteni, hogyan lehet eljutni a releváns információhoz. Én úgy láttam, vagy úgy tapasztaltam, hogy a gyerekek szemében ez például egy nagyon menő dolog, nagyon fölnéznek a pedagógusra, aki például képes egy ilyen óriási találati halmazból sokkal hamarabb hozzájutni a megfelelő információhoz, mint ők. Szokták multitasking lényeknek is nevezni ezeket a gyerekeket, utalva arra, hogy a multitasking üzemmód az nem csak operációs rendszerekre, hanem kicsit sarkítva, meg közvetve, de gyerekekre is jellemző. Hát erre azért nagyon érdekes kutatások vannak, hogy a multitaskingolás az nagyon sokszor tulajdonképpen nem multitaskingolás, tehát nem egyszerre több feladatnak a megoldása, hanem nagyon gyors, szekvenciális adatfeldolgozás. És az is egy érdekes kérdés, hogy ez a multitaskingoló gyermek tényleg el tud-e mélyülni ezekben a tevékenységekben, vagy nem. A hálózatosodás jelent, vagy a hálózatosodást már érintettük, erre mindenképpen érdemes építeni, hiszen nem csak a projektre, hanem a jövő munkahelyein, vagy a jövő iskolájában is, vagy például a felsőoktatásban
és ezért lesz a fő szerep, illetve a konnektivista tanulás elmélet, bár arra lehet vitatkozni, hogy tanulás elmélet, vagy csak tanulás elmélet előzmény, de a konnektivizmus szerint az egész tudásépítés és létforma a hálózatosodásból fog gyökerezni a jövőben. És nagyon érdekes az, hogy egy újfajta viszonyulás van a pedagógushoz, változik a pedagógus tekintélye, de nem úgy, ahogy a legtöbben gondolják, hogy csökken, hanem tulajdonképpen ugyanúgy vonatkoztatási pont lesz a pedagógus, ugyanúgy egy támpont, ugyanúgy egy pillér, csak más miatt. Elsősorban az online térben történő műveletvégzés, vagy dolgok, vagy tanulás közben érhetik a gyerekeket olyan kérdések, olyan problémák, amikor mindenképpen oda kéne valakihez fordulni, és ez a pedagógus lehet, akkor ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Tud a pedagógus úgy is vonatkoztatási pont és segítség lenni, hogy az adott dolgot, az adott technikai problémát lehet, hogy nem érti. Vagy egy példát mondjak, a Snapchatet mondjuk viszonylag kevés pedagógus használja, elég kevesen vannak, akik tudják egyáltalán, hogy mi ez, még kevesebben vannak, akik használják is. De ha a gyerekek nagyon röviden elmesélik nekünk, hogy mi a lényeg ennek az alkalmazásnak, akkor úgy gondolom, hogy már látjuk például azt, hogy ebben milyen veszélyek vannak, és tudunk egy-két olyan tanácsot adni ezzel kapcsolatban, például elmondhatunk egy-két olyan veszélyt vagy lehetőséget, ami esetleg bekövetkezhet, amit a gyerekek mérlegelnek, és azt fogják mondani, hogy hát lehet, hogy nincs fönt, és nem szoktam csinálni, de ebben azért van valami, amit mondott. Érdemes ide fordulnunk ezentől is a problémáinkkal. Tehát ne temessük el se a tekintélyünket, se saját magunkat. És egy pár lehetőség a végére, mert már látom, hogy a végére értem az időnek, hogy mik azok a pedagógiai megoldások, amik azért használhatók. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a jövő útja a pedagógus szerepével függ össze, és a pedagógusra szükség van, de nyilvánvaló, hogy a földrajzi elhatároltság miatt, a technika miatt, az információ mennyiség miatt, az információ különböző helyen való felelhetősége miatt kevert oktatás lehetősége lehet talán a jövő útja, ahol tulajdonképpen van egy humán faktor is, ahol azért létezik egy pedagógus, akihez fordulhatunk, akivel beszélhetünk, aki visszajelzést ad nekünk, létezik egymás közötti kommunikáció, amikor például megbeszélünk valamit, szituációkat játszunk el, ötleteket osztunk meg, de bizonyos külső információforrásokhoz már elektronikusan is csatlakozhatunk, és bizonyos fázisokban ezekkel az adatokkal dolgozhatunk, még ott van egy biztos vonatkoztatási pont, egy úgymond a kályha, ahonnan indulhatunk és ahol visszatérhetünk, a húsvér élő személy a pedagógus. Én úgy gondolom, hogy minél kisebb, alacsonyabb életkorú gyerekeket tanítunk, ennek a halmazábrának, amit itt láttunk, annál inkább tolódik a zöld fele, vagy annál inkább nagyobb lesz a zöld fele, és annál kisebb lesz a lila oldala. Még például egy felnőtt képzésben, vagy pedagógus képzésben simán elképzelhető, hogy tiszta e-learning alapú képzés is. Egy-két olyan törekvés így a végére, ami mindenképpen járhat út, és én már a projektnek a tervezésébe is beletenném, meg hogy bele is tettem. Például az Edu Teamentek, amik azért egy kicsit más, mint az oktató videó, vagy a tanértes iskola tévének az újabb változata. Itt arról van szó, hogy a projekt tervezésénél nem feltétlenül csak releváns tudományos tartalmakkal appellálhatunk, hanem érdemes megnézni a szórakoztató videók, játékok, alkalmazások között olyanokat, amelyek jól használhatók. Erre mondanék egy példát is, hogy jobban értsük. Például, hogyha egy olyan projektet tervezünk, most teszem azt, ami a konyhakerttel és a konyhakert növényeivel kapcsolatos, akkor természetesen nem csak a karolábéről és a káposztáról szóló Wikipédia oldalt érdemes megnézni, hanem vannak olyan például népszerű főzős műsorokban, sorozatokban olyan vicces részek, én konkrétan egy ilyet, most nem említem a tévéadót és a sorozat nevét, de egy ilyen részt használtam föl, ahol egy híres szakács elmegy a piacra vásárolni egy zöldségleveshez hozzávalókat, válogat a zöldségek között, viccelődik az árusokkal,
és ebből ugyanúgy össze lehet gyűjteni a növények nevét, jellemzőit, mint mondjuk egy környezetismeret tankönyvből. A gyerekek viszont nagyon szeretik az ilyen részeket, nyugodtan beépíthetjük az oktatási gyakorlatunkba. A másik irányvonal a játékosítás, amit nagyon sokan félreértenek. Itt nem arról van szó, hogy játékokat játszunk tanulás helyett, és az sem teljesen így van, hogy olyan oktató programok születtek, amik tulajdonképpen egy akciójáték, bár erre is van példa, például az előbb említett már Penske-nek a Thank You Ranch nevű programja, ami egy ilyen iskola példája az FPS-es játékba oltott AutoCAD oktató programnak, hanem inkább arról van szó, hogy ami a játék programokban, vagy a játék tevékenység során alkalmazott tevékenység, az nyugodtan lehet a tanulás, illetve a projekt része. Például nagyon sok játékban vannak pályák. Ha az egyik pályát teljesítjük, akkor nyílik meg előttünk a másik pálya. Egész nyugodtan lehet egy olyan játékos tevékenységet tervezni, azt mondjuk a gyerekeknek, hogy ezt is ezt kell teljesíteni egy pályán, és akkor nyílik meg a következő. És például az anyag összegyűjtése, vagy az anyagnak a rendezése után nyílik meg az a lehetőség, hogy most már megtervezhetjük, vagy megrajzolhatjuk a mint a következő állomást. Ugyancsak a játékokra jellemző az, hogy például bónuszokat, vagy valami tárgyat, vagy egyéb dolgokat kell gyűjteni a játék során, nem csak a mászkálós játékoknál. Például a tanulási tevékenységbe beiktatunk ilyen bónuszokat, ami nem feltétlenül egy táblacsóki minden tanulónak, hanem valami tevékenység lehet, valamilyen játék, valami olyan nem szokványos dolog, amit eddig nem csináltak a gyerekek, az nagyon-nagyon jó mérföldkő lehet a tanulásban, is nagyon motiváló lehet, és nem kell hozzá feltétlenül informatikai környezet sem, hogy ezeket a gyerekek által nagyon kedvelt játék elemeket belecsempészük az oktatásba. Ezen kívül még nagyon sok lehetőség lenne, de azt hiszem, hogy konkrét példákat, vagy konkrét lehetőségeket akkor lehetne említeni, hogyha egy-egy adott projektről lenne szó, hogy egy adott projektet terveznénk. Éppen ezért a vége felé összefoglalásképpen annyit mondanék, hogy ne fogadjuk el azt, hogy ezek a gyerekek felületesek, nem érdekli őket semmi, csak a számítógépes játék, mi meg nem értjük már, amit csinálnak, és nem tudjuk. Dolgozzunk velük együtt, amit ismerünk, sajátosságokat és tapasztalunk, azt igyekezzünk a mi oldalunkra állítani, bevonni a munkába, bevonni a projektbe, és egy picit értékeljük át a saját szerepünket, tehát figyeljünk arra, vagy próbáljunk meg úgy részt venni egy projektben, hogy elengedjük egy kicsit az egész tevékenységet, nem mi akarjuk meghatározni a végkimenetet, hagyunk a gyerekeknek választási lehetőséget, és ami nagyon fontos, lehetőleg ne akarjunk a kollégánknál, a szomszédiskolánál, vagy Budapest összes iskolájánál minél jobb projektet csinálni, vagy minél csillogóbbat, minél érdekesebbet. Tartsuk azt szem előtt, hogy az a lényeg, hogy a gyerekek mivel gazdagodtak a projekt folyamán, hogy érezték magukat, és ha nem nyerjük meg a projektversenyt, mert nem a miénk lesz a legnagyobb dobozból készített ház, nem a mi színdarabunk lesz a leghosszabb és a legérdekesebb, nem a mi osztályon fog leginkább együtt mozogni a zenére, és lesz a legszebb jelmeze, viszont nagyon sok mindennel gazdagodtak a gyerekek a projekt során, akkor azt hiszem, hogy elértük a célunkat. Hosszú távon biztos, hogy ez fogja meghozni a sikerünket. Hát sajnos nagyon rövid a rendelkezésre álló idő, úgyhogy be kell fejeznem. Köszönöm a figyelmüket, és ezzel kapcsolatban esetleg valamilyen kérdés érkezik, akkor próbálok rá válaszolni, illetve kollégám a digitális témahéttel kapcsolatban próbál megválaszolni.